Mint Szabó Péterné gyermekkönyvtárostól megtudtuk, még a gyerekek házában indult a rendezvény sorozat, mely mára rangos eseményé nőtte ki magát. Idén 3 napos volt a verseny. Az első napon a legkisebbek, az elsősök és másodikosok kápráztatták el meséikkel a zsűrit, felkészítőiket és a megjelent szülőket. A jelenlévőket Gulyás Hédi köszöntötte. Az év legvarázslatosabb, legszebb időszaka közeleg. Ahogy kint egyre korábban sötétedik, úgy gyújtunk egyre több fényt, gyertyát, hogy megvilágítsuk otthonainkat. A mesék is elmaradhatatlan részévé válnak az ünnepi készülődésnek. Mi is szeretettel várunk a mai délután minden első-második osztályos tanulót, akik itt megjelentek, itt a Déliné Kulturális Központ nagy termének nagy színpadán, hogy elvarázsoljanak bennünket csodálatos meséikkel. A kis előadókat Kasuba Jánosné értékelte. Mindannyian egy kedves délutánon vagyunk túl. A gyerekeknek nem volt könnyű ez a verseny, mert óriási megpróbáltatáson mentek keresztül, mire ezeket a szép, hosszú meséket megtanulták. Ez nem volt egy könnyű munka se a pedagógus, illetve se a gyereknek, se a pedagógusnak, se a szülőknek. De meghozták számunkra az adventnek a hangulatát, ezt a karácsony előtti 4 hét a reménykedést, a várakozást és az elcsendesedést, hiszen ebben a mesékben benne volt ez a hangulat. Várakozunk és készülünk a karácsony ünnepére, a szeretet ünnepére, a vallásos emberek a kis Jézus születésére. Adventus Domini, latinul, és magyarul pedig azt jelenti, hogy az Úr érkezésére készülünk. Az adventi koszorún 4 gyertya van, és ez jelképezi Jézus érkezését. A 4 gyertya a békességet, az örömet és a szeretetet jelképezi. A gyerekek által elmondott mesék, mindegy, hogy állatmese volt, vagy emberekről szólt, vagy éppen énekelt, egy kislány nagyon szépen elkezdte énekelni a karácsony éneket. Ez hangulat már benne volt, és békességgel árasztott el bennünket. Kedves versenyző tanulók, az elmondott mesékkel a békességet, a szeretetet tolmácsoltátok, és mesékben fejeztétek ki a karácsonyi csodát. Mindegy, hogy az állatok répával vagy karalábéval ajándékozták meg egymást, már abban is benne volt a gyönyörű szép karácsonyi ihlet. És ez a szeretet és ez a békesség, azt kívánjuk, hogy jellemezze, vagy legyen jellemző a világra is, a családunkra és az egész világra. Meg kell említenünk, és beszéltük a zsűrivel és a szervezőkkel, hogy milyen csodálatos öltözékekben léptetek föl. Ezzel is emeltétek a versenynek a értékét, színvonalát, szép ruhákban, hangulatot árasztottatok. A Mesék a Karcag televízió adás folyamában és internetes platformjain megnézhetőek.